A sportfelszerelések odaítélése és a sportegyesületek és szervezetek támogatása akció keretében Úbecse község a Sunrise Yoga Studio sportegyesületnek 80 ezer dinár értékű sportfelszerelést ajándékozott. Az egyesületet 2016-ban alapították, és mintegy 40 hölgy tagja van 25-től 70 éves korig, akik hatha órákra és dinamikus jóga órákra járnak. Nem régóta pedig gyerekeknek is tartanak jogaórákat. Mi a jóga gyakorlásához szolgáló sporteszközöket kaptunk Úbecse községtől, amelyek nagyban megkönnyítik a jóga gyakorlatok végzését. A jóga poszterek, azaz hengerpárnák arra szolgálnak, hogy a gyakorlatok végzésekor kellemes és kényelmes legyen a jógázónak, hiszen ez is a célja a jóga gyakorlatoknak. Ezek az eszközök külföldről érkeztek, nálunk még nem gyártják ezeket, és a világi jóga stúdiókban használják őket. Szeretnék köszönetet mondani egyesületünk minden tagja nevében Úbecse községnek és Dáne Mandicsnak, a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagjának a szép, hasznos és hatékony együttműködésért. Támogatást kapott a Becsei úszó és vízilabda klub is, amelynek a helyi önkormányzat a vállalkozók segítségével 300 ezer dinárt biztosított. A pénzt az edzők fizetés emelésére fordítják. A klubban jelenleg 10 edző dolgozik, emelte ki Korán Krsztonosics. Jelen pillanatban a klubnak több mint 150 regisztrált tagja van, plusz még napi 30-tól 50 gyermek az úszóképzések alatt. A klubban 10 edző dolgozik, és véleményem szerint nálunk tevékenykedik a legtöbb edző. Az elkövetkező időszakban az a tervünk és célunk, hogy valamelyest felemeljük az edzők fizetését a község támogatásával, annak érdekében, hogy az edzők még nagyobb kedvel jöjjenek ide, és még lelkiismeretesebben dolgozzanak a gyerekekkel. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a helyi önkormányzatnak a támogatásért. Ez nem az első eset, már számtalanszor segítettek és támogattak bennünket. Köszönet még egyszer mindenkinek! Úbecse község arra törekszik, hogy folyamatos támogatást biztosítson a sportkluboknak és szervezeteknek, azzal a céllal, hogy jobbá tegye a sportolás és rekreáció körülményeit községünk minden polgára és minden generációja számára. Folytatjuk a támogatási akciónkat a sportklubjainknak és szervezeteinknek megsegítésére. Ma először egy olyan helyet látogattunk meg, amely polgáraink rekreációjára szolgál, és amely valóban népszerű Úbecsén. Másfelől pedig a Becsei Vízilabda Klubba jöttünk, amely magas szinten foglalkozik és dolgozik a gyermekeinkkel. A Jóga Stúdió 80 ezer dinár értékű adományt kapott, egyedi párnákat, amelyek külföldről érkeztek, és amelyek fejlesztik az edzési folyamatot és a szolgáltatást, amit nyújtanak Úbecse község polgárainak. Szeretnék köszönetet mondani Korán Krsztonosicsnak mindazért, amit tett az Úbecsei Vízilabda érdekében. Az úszó és vízilabda klubbal arról tárgyaltunk, hogy mi lenne az, amivel támogatni tudnánk őket. És arra jutottunk, hogy a vállalkozók segítségével 300 ezer dinár értékű adományt kapnak, amit az edzők kapacitás bővítésére fordítanak, illetve arra, hogy az edzők, akik a gyermekeinkkel foglalkoznak, minél jobb anyagi körülmények között dolgozhassanak, és ezáltal motiváltabbak is lesznek a klubtagokkal való munka során. Milesevo és Drea helyi közösségek után a Vöröskereszt munkatársai a múlt csütörtökön meglátogatták Pecesor és Csikéria puszta gyerekeit is. Községünkben az adakozási és a gyerekekkel való barátkozási akció oka a Vöröskereszt hetének megünneplése, amely május 8-ától 15-ig tartott. A legtávolabb eső falusi közösségekben a Vöröskereszt munkatársait a bölcsödétől a középiskolásokig a gyerekek minden korosztálya fogadta. Bemutatjuk, hogy mivel foglalkozik a Vöröskereszt és milyen szervezet ez, valamint felkeltjük az érteklődésüket, hát ha ma holnap ők is szervezetünk önkénteseivé válnak. Szeretnénk kiszélesíteni az önkéntesek táborát, ezért elmagyarázzuk nekik, hogy mi mindenben vehetnek részt, valamint motiváljuk őket a csatlakozásra.
Természetesen arról is beszélünk nekik, hogy a segélyosztási akciókon kívül a Vöröskereszt munkájának edukatív része is van, ahol előadóként is szerepelhetnek, illetve kísérőként a szervezetünk által szervezett üdülések alkalmával, mint amilyen a palánkai vagy a tengerparti tábori nyaralások. Bízunk abban, hogy idén-nyáron ezek az akciók újra életre kelnek. Minden esetre ez egy alkalom volt arra, hogy meghívjuk a gyerekeket, hogy csatlakozzanak a szervezetünkhöz, hogy ezáltal tömegessé tehessük a Vöröskereszt önkénteseinek táborát. A legfiatalabbakat iskolai felszereléssel ajándékozták meg, a helyi közösségekben pedig új ruhaneműt adtak át, amelyek az elkövetkező időszakban lesznek szétosztva a polgárok között. A barátkozás és ajándékozás mellett egy kisebb új ruhaszállítmányt is átadtunk a három helyi közösségnek, amelyek az elkövetkező időszakban lesznek szétosztva, olyan családoknak és háztartásoknak, akiknek erre a segítségre nagy szükségük van. A Vöröskereszt dolgozói számára nincs pihenés, hiszen a héten önkéntes véradási akciót szerveznek, a nyár folyamán pedig különféle foglalkozásokat terveznek megtartani, de leginkább a gyerekek montenegrói nyaralásának örülnek. Május 18-án szerdán önkéntes véradási akciót szervezünk ezúttal a sportközpontban, a májusi játékok miatt, amelynek mi nagyon örülünk, hiszen jellemzi a városunkat. A továbbiakban pedig mindenképpen lesznek különféle akcióink, amelyek a nyári idényre jellemzőek, és nagyon várjuk, hogy zöld fényt kapjunk a gyerekek baosicsi nyaralására. Ez még mindig nem biztos a járványhelyzet miatt, bár azért reménykedünk, mivel javult a COVID-helyzet, csökkent a betegek száma, és az intézkedéseket is csökkentették. Ha minden jól megy, akkor idén is lesz egy 25 gyermekből álló csoport, akiket montenegrói nyaralással örvendeztetünk meg a Vöröskereszt nyaralójában. Hogyan őrizhető meg a régészeti örökség volt a témája annak a kerekasztal beszélgetésnek, amit az Úbecsei Városi Múzeumban tartottak. A Szerb Régészeti Társaság által a Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával a régészeti örökség fontosságának tudatosítása című szélesebb körű projekt keretében megvalósuló programról van szó. A látogatók először a régészeti örökség fogalmával és a kutatás folyamatával ismerkedhettek meg, hogy jobban megértsék azokat a szigorú törvényi rendelkezéseket, amelyek akár börtönbüntetést is előírnak a régészeti örökség megsemmisítésére. Az embereknek az első asszociációjuk a régészeti örökség megsemmisítésére azok az illegális keresők, akik kapálnak, detektorokkal kutatnak, és ez Szerbiában tényleg így működik. A külföldiek úgy vélekednek, hogy ez nálunk az ipari foglalkozás szintjén van, azaz tömeges jelenség. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy van még egy formája a régészeti örökség megsemmisítésének, az úgynevezett primáris megsemmisítés, azaz a különféle építkezések. Autóutak építése, gázvezetékek kiépítése, nagy gyárcsarnokok építése, kereskedelmi központok építése, melyeket olyan helyekre építenek, amelyek megegyeznek a régészeti örökség helyszínével. Ilyenkor kellene, hogy színre lépjen az előzetes kutatás. Ezt mind törvények és nemzetközi konvenciók határozzák meg, de sajnos nem így történik. Emiatt állandóan emlékeztetni kell a helyi önkormányzatokat, a köztársaságot, a rendőrséget, az építési felügyelőséget, az urbanistákat, és így tovább. Mert az emberek azt gondolják, hogy nekünk régészeknek kell mindent felkutatnunk, és nekünk teszik fel a kérdést, hogy miért nem tettük ezt meg. A régészeti örökség megőrzése először az otthoni nevelés, majd az oktatás, a rendőrség, az urbanisztika, és ha már odáig fajul, hogy a régészek reagálni kezdenek, ez azt jelenti, hogy minden más kudarcot vallott, mutatott rá Czernobrnya. Az Óbecsei Városi Múzeum a lehetőségeinek és a helyi önkormányzat által nyújtotta lehetőségeknek megfelelően lelkiismeretesen és szorgalmasan ápolja a kulturális és régészeti örökséget. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a múzeum raktárai sok tárgy tárolására nem megfelelőek.
osim krađe, o kojoj je već bilo reči, i osim tog fizičkog ili... A lopáson és a fizikai, illetve kémiai megrongálódáson, korrózión kívül a harmadik fő megsemmisítési faktora ezeknek a régészeti tárgyaknak a diszlokáció, méghozzá a múzeumon belüli diszlokáció. Lehet, hogy ezt nehéz elképzelni, de a megfelelő raktárhely hiányában és a tárgy állandó ide-oda helyezése következtében ezek a régészeti tárgyak az évek során szintén veszélynek lehetnek kitéve. Óbecse község legkisebb településén Pecesoron a hétvégén változatos és színes programmal ünnepelték meg a falu napját, amelyen a település szinte minden generációja részt vett. 17 évvel ezelőtt, május 25-én ünnepeltek először falunapot Pecesoron, emelte ki Szerda Tibor a helyi közösség tanácselnöke. Hozzátéve, hogy a koronavírus járvány okozta helyzet miatti 2 év kihagyás után, idén 15. alkalommal szervezték meg ezt a rendezvényt. Elég szép számban összejöttek főzőversenyek, 13 csapat van, akik versenyeznek, fellépőink voltak, asszonykórusok, Óbecse Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörből a táncok, énekek, akkor a helybeli kisovodások, akkor versmondók, Szentmise van ugye a falunap, 11 órától 3-4-2-ig van a Szentmise, most 1 órakor kezdődik az ebéd, ahol birka és disznó sertéspörköltet szolgálunk fel az érdeklődőknek, a főzőversenyek még marha gulyás főznek. A gyerekeknek különleges versenyeket, egyebek mellett malacfogó és nyúlfogó versenyt, a felnőtteknek kötélhúzó versenyt, főzőversenyt rendeztek a szervezők, valamint művelődési programot is élvezhetett a közönség, melynek keretében az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tánccsoportjai és asszonykórusa lépett fel. Továbbá versmondók, valamint a helyi óvodások szórakoztatták az ide látogatókat. Az időjárás is kedvezett, így a helyiek és az ide látogatók a jó zene és a finom falatok mellett remek hangulatban töltötték a szombati pecesori falunapot. Legelőször is Andrószki Eszter pecesori születésű, különben az apai Ágró Szilágyi, ők 10 voltak testvérek. Ő fölhozta, hogy hát a Pecesorról elszalmazottak. Legelőször kultúrotthonban volt egy valamennyi összejövetel, de ott is volt, mert a régi tanyasi polgárok, akik erre tanyavilágban nőttek, hogy minden jöttek. És aztán kapcsoltunk, hogy ide Sátorkő, és nagyon szívesen jönnek, jó rizik magukat, maga is látsz a környezetünket, igyekszünk karbatartani. Hát mit mondjak magának, én szeretem mindenves, volt olyan esztendő, hogy 500 ebédet meg kellett főzni, már nem volt hely, akkor asztalokat hoztunk és szabad asztalokat, azt mondták, nem baj, csak kapjanak birka paprikást, higgyen nekem. És 10-kor kezdődik a műsor, és gondolsz, amikor jó barátok hajnal 2-3 órakor pakoltak össze, hogy érezte magát a társaság. Szabad, tiszta levegő, itt kibírta magát táncolni, ugye több műsor volt, tortaevés, sörivás, kötélhúzás, gyerekeknek nyúlfogás, főzőverseny, ilyesmik, és akkor hát jöttek, még várták, nagyon hiányzott a 20-as meg a 21-es év. Éhes a nép a szórakozásra, a kikapcsolódásra, ez van, én saját magam is. 2 évig nem voltunk, persze már nem volt még tartva, hogy ez a betegség véget, vírus véget, de különben előtte jöttem minden nap, mert vannak itt érdekem ismerőseim, mivel hogy községházán dolgoztam valamikor, úgyhogy sok ismerős van én. Eljövök, társalgás, egy jó étel, evés közben, zenehallgatás. Úgyhogy én jól érzem magamat itten. Most a komáma együtt jöttünk elő, hazajött Németországba, és akkor együtt jöttünk el vele, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve, őszintén megmondtam. Ninoslav Trajković családtagok és barátok jelenlétében a múlt pénteken reggel Óbecse központjából új, nagy európai körútra indult. A terv az, hogy a következő 2 hónapban körülbelül 30 országba látogatnak el, és itt a látogatnak alatt nem csak Ninoslavra és Júgójára, Rinára gondolunk, hanem egy útitársra is.
Ebben a kalandban ugyanis Németh Klaudia profi fotós is részt vesz, aki az utazás minden érdekes pillanatát objektíven keresztül is nyomon követi. Új országokat látogatok meg a szomszédos országokon kívül, mint Bosznia, Horvátország, Szlovénia, amelyeket már láttam. Olaszország az a hely, ahol először fogok járni. Majd következik Svájc, Franciaország, Portugália, Németország. Remélem, hogy ezúttal Hollandiába is eljutok, mert a legutóbb ez nem sikerült. Ezután következik Dánia, majd pedig Európa legészakibb pontja. Emellett a legdélibb és a legnyugatibb pontokat is körül szeretném járni. A legkeletibbre nem merek menni, hiszen nem vagyok már olyan fiatal és bolondos. Lényegében ez egy nagyon érdekes utazás lesz, és egyben sajnos a legdrágább is. Ezen kívül a legrendezettebb, és szerintem a legkönnyebb is. Ezért kihívásként úgy terveztem, hogy 3 napra tudom előre, hogy pontosan hol leszek. Logisztikai szempontból ez egy egyszerű utazás lesz, de az üzemanyagárak és az autópályadíjak miatt egyben a legdrágább is. A barátok, a rokonok és ismerősök mellett Ninoszlavot a legnagyobb támogatója az édesanyja is kikísérte. Szonya elárulta, hogy ebben a kalandban is sok lesz az izgalom, de az aggodalom is. Ez már a 4. utazása, és minden utazás újabb izgalmakat és aggodalmakat hoz. Nem tudja az ember ezt megszokni. Nem lesz itthon 2 hónapig, és én, mint az édesanyja, aggódom érte, de azért tele vagyok rengeteg pozitív energiával, hogy minden rendben lesz, és nem lesz problémája az úton, és hogy szerencsésen hazaér. Mivel ezeket az utazásokat nagyon szereti, azt kívánom, hogy töltődjön fel. Ő mindig nagyon lelkes és energikus, és mindent megtesz azért, hogy sikerrel járjon. Szeretnék körbejárni a világot, és ezt nekünk is megmutatja a felvételeken keresztül. Remélem, hogy 2 hónap múlva újra itt fogunk találkozni, hogy közösen üdvözöljük őt újra itthon, és abban is nagyon bízom, hogy minden rendben lesz. A korábbi utakhoz hasonlóan a Jugón utolsó pillanatban végeztek a szervízzel és a teljes előkészületekkel, de az indulásig mindent elrendeztek, és Rina, mint Ninoszláv elmondta, készen áll az útra. A fiatal óbecsei emellett megjegyezte, hogy a kalandok mellett ennek az utazásnak fontos aspektusa a humanitárius oldala is. Természetesen ezúttal is különböző barátok és ismerősök támogatnak, ők az utazásom szponzorai, humanitárius jellege lesz, de még nem találtam ki, hogy kinek utalok. Erről majd a hazafelé vezető úton fogok elgondolkodni, meg persze a községben is érdeklődni fogok, hogy kinek lenne rá a legnagyobb szüksége. A kalandos utazásról a napi beszámolókat, fényképeket és videókat Instagram profilon vagy a Jugon Posvetu Facebook oldalon követhetik figyelemmel, illetve minden vasárnap a SAT műsorán nézhetik meg, ahol rövid beszámolók lesznek láthatóak a legérdekesebb úti célokról.